Jó estét kívánok! Önök a Szertár Takanizsa Televízió heti sportmagazinját látják. Sikert sikerre halmoztak az utóbbi hetekben a szandiások. Nemrégiben a Ritmus csapatok országos bajnokságán szerzett aranyérmet a Kanizsai Egyesület három formációja is. Hazaérkezésük után sem pihenhettek a táncosok, hiszen novemberben még két nemzetközi versenyen mutatták meg tudásukat. Ezek a megmérettetések még a vártnál is jobban sikerültek, hiszen Temesváron és Újvidéken is a legjobbak közé kerültek a Szandia Fitnesses versenyzői. Még belegondolni is fárasztó, hogy az elmúlt három hétben mennyit edzettek és mekkora utat tettek meg a sikerért a Szandia edzői és táncosai. Egy héttel ezelőtt Pesten kezdtük el az őszi szezonunkat. Pesten egy kupán vettünk részt, ahol két csapattal indultunk. Ebből mind a két csapatunkat beválasztották, mind az Eperkét, mind az Alice Csodaországban a most hétvégén megrendezésre kerülő gála műsorukba. Tehát még egy programmal több lett az őszi programunk. Ezután a következő héten, azaz most hétvégén, ami volt, a csapatunk két irányba ment versenyezni. Az egyik felével a kisebbekkel, a gyerekekkel anyáik mentek Romániába, egy Európa kupára. Ott puskázok. 10 ország vett részt 1200 versenyzővel, mi onnan két darab aranyérmet, két ezüstérmet és 3 bronzérmet hoztunk haza. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és nagyon tetszettek ők a bíróknak, legalábbis ahogy ezt elmondták. Újvidéken több mint 3000 táncos mérte összetudását, még dél-afrikai tánciskolákból is érkeztek versenyzők. Ezek után nem csoda, hogy a fiatalabb táncosokkal éppen Kolozsváron versenyző Vágó László és a többi csapattag az internetes közvetítés előtt ülve szurkolta végig a juniorok újvidéki fellépését. Mi csak messzről néztük őket és drukkoltunk, vasárnap 5-kor volt az elméletés, hát most képzeljük, amikor 300 cseh volt a kép aláírva, és mindenki azt várta, na ez is sikerült, ez is sikerült, ez is sikerült, és 5 óra után hirdették ki azt, hogy kikerülnek majd be az esti gálamisorba, ami nem csak egy nagy szám volt, hogy egy 10000-es csarnokban volt az egész verseny gyönyörű világítással, rendezéssel, hanem ott már a legjobbak pénzdíjért versenyeztek, és körülbelül 6 órakor bemondták, hogy a Szandiának két formáció is bekerült a 20 közé, és ha azt vesszük, hogy szinte majd felnőtt volt, aki akkor ott versenyzett, és ezek a gyerekek csak olyan 12-15 évesek, akkor nagyon-nagyon-nagyon szép sikert értek el. Igazából ott már úgy gondoltuk, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan szerepelnek, nem bíztunk abban, hogy majd mi kapjuk a pénzdíjat, de már ez nagyon szép volt, hiszen mind tánciskola, tehát akár zágrábi, belgrádi, bukaresti, svédek voltak ott, dél-afrikaiak, tehát mind szinte olyan gyerekekkel versenyeztünk, akik kimondottan ilyen iskolába járnak, és azért nálunk azért még nem az a szint van, tehát mi itt hetente kétszer két órát, vagy a legjobbak mondjuk 6 órát edzenek, de úgy látszik föltükvenni a versenyeket, nagyon szépek a ruhák, nagyon szép a körítés, amit a gyerekek csinálnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon szuperek voltak, és megérte először elmenni Noviszátba, jövőre is megpróbáljuk. Az Újvidéken nagy sikert arató koreográfiákat a vágólányok, Alexandra és Diana közösen dolgozták ki. Nagyon-nagyon nagy volumenű verseny volt, egy nemzetközi verseny, ahol 11 ország vett részt, 3000 táncossal és 700 koreográfiával. Ezen a versenyen mi 7 darab gyakorlattal indultunk, a 7 darab gyakorlatból 4 darab gyakorlatunk aranyérmes lett, 1 darab ezüstérmet szereztünk, és 2 darab bronzérmet, és ezen felül még ezen a versenyen van egy gála, amely egy pénzdíjas verseny, erre a gálára az egész versenyből, tehát mind a 700 produkcióból a legjobb 20-at választják ki, és az a legjobb 20 újra táncolja a gyakorlatát, és ebből a legjobb 20-ból újra kiválasztanak 4-et, és ebből ennek a 4-nek nagyon nagy pénzdíjakat osztanak ki a végén. Mi nagyon-nagyon örültünk neki, hogy 2 koreográfiánk is bekerült erre a gálára, mind az Avengers, mind pedig a Super Mario.
A győztes formáció tagja volt Zsohár Fanni is, aki a kiváló szakmai munka mellett a baráti és családias hangulat miatt lett a Szandia versenyzője. Én nem itt Kanizsán lakok, hanem Letenyén, és egyszer anya elhozott ide, és megkérdezte, hogy szeretnék-e ide járni. Hát én rávágtam, hogy igen. Hát az első edzésekre nem emlékszek, de mindenképp a társaság fogott meg, meg a versenyeknek a nagyon jó hangulata, meg az ilyen ottalvós versenyek, ugye, hogy több napig együtt lehetek a lányokkal, meg táncolhatok, úgyhogy nagyon szeretek ide járni. Az újvidéki verseny szervezettsége nem csak az edzőket, hanem a táncosokat is lenyűgözte. Jó volt a hangulat, a színpad is nagyon szépen ki volt világítva, szép volt a nézőtér, nagyon jó hangulatos volt minden. Heti három alkalommal több órán keresztül készültek a lányok azért, hogy ilyen sikeresek legyenek a versenyeken. Nagyon sokat kell edzeni, és mindenképp hát verseny előtt egy-két héttel, akkor már mindig csak ilyen fullos gyakorlatokat, akkor már ugye minden edzésen itt vagyunk, nincs olyan, hogy valaki valamiért hiányzik, és szerintem nagyon sokat kell erre készülni. Az egyesületnél több száz gyerek sportol, így az edzők méltán lehetnek büszkék arra, hogy náluk nem jelent problémát az utánpótlás kérdése. 89 környékén kezdtük kialakítani az első klubunkat még a Csengeribe, tehát 89-től csináljuk. Eljutottunk odáig, hogy nem mindig kell kaparni a gyerekekért, a szülők, a város lakói, esetleg akik akár kicsit jobb módúak, vagy nem biztos, hogy jobb módúak, nem azt nézik, hogy most, hanem azt, hogy milyen munka folyik. Tehát mi mindent megteszünk azért, hogy mi gyerekeink sikeresek legyenek, és úgy is tűnik, tehát nagyon szép a körítésük, a ruháik, nagyon jó munka folyik. Na most, amikor mi annak idején ezt a Szandiát megcsináltuk, mi arra gondoltunk, hogy a gyereknek legyen egy olyan helyük, hogy az országban szinte a legjobb körülmények között dolgoznak. Tehát sokat számít azt is, hogy olyan helyen edzenek a lányok, meg azért az egy-két fiú is, ami nem mindenkinek adatik meg. Emiatt nekünk nagyon nehéz, tehát vannak gondjaink, vannak problémáink, állandóan kaparnunk kell, de a maga hely is adja magát, és úgy hiszem, hogy ez a 30 év, amit már lassan ebbe töltünk ebbe a sportba, és rendesen harcolunk, rendesen, és mindent megteszünk a gyerekeért, ez adja magát. Hiába a versenyek tömkelege, az élet nem áll meg. A hétvégén ismét fontos fellépése lesz a szandiásoknak. Készülünk a következő hétvégére, ami ugye már, ahogy mondtam, Pesten lesz a gála, amire beválasztották a két csapatunkat, és ezen kívül a kötélugrókkal pedig a magyar egyéni és DD magyar bajnokságra készülünk, amely pedig Szentesen lesz. Itt Szentesen két darab egyéni versenyzővel fogunk indulni, akik már a nyári világbajnokságra szeretnének kvalifikálni. Ők Szabó Péter és Ágoston Barbara. Ő rajtuk kívül viszünk még két darab 4-es DD csapatot és 4 darab 3-as DD csapatot. Ez lesz a DD-knek a magyar bajnoksága. Nagy reményekkel indulunk. A kicsiknek ez lesz az első DD versenyük, úgyhogy ők nagyon izgulnak. A nagyobbaknak már a második, mert tavaly indultak először, de nagy reményekkel indulunk most neki ennek a szentesi versenynek. A Szandia Fitness esénél nem csak a jelenre, hanem a jövőre is gondolnak, hiszen komoly, a klub életére is hatást gyakorló terveket szövegetnek. Vannak erről lépési lehetőségeink, mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a tornaszövetséghez be fogunk csatlakozni. Az, hogy miként, hogyan, az még a jövőkép, tehát ez el fog dőlni jövő márciusra, a következő beiskolázásra. Már olyan tervekkel állunk elő, hogy minket a tornaszövetségbe tolgulásunk. És mindenképpen, amennyiben van egy pályázatunk, hogyha sikeres leszünk abba, az egész klub átalakul egy fitness akadémiává, amely nem csak azt jelenti, hogy itt a gyerekekkel foglalkozunk, esetleg képezni is fogunk ki edzőket, fitness szakembereket, ez az egyik. A másik, meg hát nekem van 3 fiúnokám. Mint sokan tudják, én annak idején a bányásznál 20 évesen utánpótlás szakágvezető voltam, focival foglalkoztam. Én úgy gondolom, 3 unokámat nem fogom másra bízni, úgyhogy előfordult, hogy a Szandiában foci képzés is lesz. A szandiásokra tehát újabb kihívások várnak a közeljövőben, de a novemberi eredmények alapján maga biztosan várhatják a versenyeket a diákok és az edzők egyaránt. Vonyarc Vaseggyel csap össze a nagykanizsai női kézilabda csapat a megyei első osztály őszi szezonjának utolsó fordulóján. A tabela második helyén álló kanizsaiaknak kötelező a győzelem, hiszen az első fordulóban 44-12-re verték a vonyarciakat. A mérkőzést vasárnap délelőtt Tapolcán játsszák.
A boka, a térd és a csípő ízületeket kíméli és erősíti ez a fajta edzésmódszer, így melegítenek be a lányok a különféle figurák gyakorlása előtt. A megfelelő edzésnek meg is látszik az eredménye, hiszen az izzós lányok jelenleg a második helyen állnak a bajnokságban. Az idei bajnokságot szeptember közepén kezdtük el. A felkészülésünk az azért augusztusig nyúlik vissza. Nagyon-nagyon vártuk már, mert elég hosszú volt a szünet középiskolásokból és egy pár felnőtt játékosból, akik azért még most is csak 23 évesek, tevődik össze a csapatunk. Az első mérkőzésünk a Bonyarc vagy Vasegy gárdájával volt, amit nagyon magabiztosan 32 gól különbséggel tudtunk megnyerni. Ez a tendencia folytatódott azért még 2-3 meccsen keresztül, addig, amíg egy-két komolyabb sérülés nem akadályozott meg minket a jobb szereplésbe. Most hétvégén utolsó meccsünket játsszuk az ősszel ugyancsak a Bonyarc-Vasegy gárdájával. Remélhetőleg ugyanolyan eredményesen szereplünk majd, mint az első mérkőzésen. Említette, hogy nagyon sok a sérülés, ez picit nehezítette a csapat dolgát. Ha nem lett volna sérülés, akár mondjuk lehetnek-e most a tabella élén? Lehet, hogy túlzás, hogy a tabella élén lennénk. Második helyen várjuk most a folytatást, de közelebb lennénk valószínű a Góna lenti gárdájához. Ebbe az évbe visszatért hozzánk Janzsó Dominika Siófokról. Az ő sérülése sajnos nagy mértékben befolyásolja azt, hogy nekünk már jelen pillanatban két vereségünk is van a megyei csapatok között. Gyakorlatilag akkor alapemberek hiányoznak most? Gyakorlatilag igen. Az ő sérülése, én úgy látom, hogy a csapat teljesítményén gólon, támadásonként 10, védekezésenként ugyancsak 10 gólt jelentene a társaságnak. Nagy mértékben sikerült azért úgy javítanunk a helyzetben, hogy Mátyás Augusta ismét edzésbe állt. Azért az ő szereplésének köszönhetően Vasváron a csapatunk egy bravúr győzelmet aratott, aminek köszönhető, hogy jelen pillanatban második helyen vagyunk. A lányok és az edző munkáját egy korábbi magyar válogatott kézilabdázó, Mátyás Augusta is segíti. A kanizsai születésű sportoló az 1996-os atlantai olimpián bronzérmet szerzett a válogatottal. Ügyesek, de nagyon sokat kell még tanulniuk. Azért vagyunk mi, hogy mindenben segítsünk nekik, megtanítsuk őket, mert azért vannak hiányosságok, egyénileg is, csapatszinten is, tehát sok munka még, amit el kell végezni velük ahhoz, hogy jó játékosok legyenek. Mik ezek a problémák? Pontosan a néhányat ki tudunk emelni, ami még erősíteni kell? Például az, hogy a húzás, amikor elkezdi a csapat a húzást, tehát nem csinálják meg azt a lábmunkát, ami kell. Tehát ahhoz, hogy a támadásoknál veszélyt jelentsünk a kapura. Tehát rátörni, hátrajönni, rátörni, ez a folyamatos előre-hátra mozgás, ez ami nincs meg náluk. Az a baj, hogy csak akkor kezdünk el mozgást, hogyha valami figurát csinálunk, holott nem csak akkor kéne, hanem amikor csak simán megjáratjuk a labdát, amíg körbe megy, addig is folyamatosan az ellenfelet kéne nyomás alatt tartani. A lányok pozitívan vágtak neki a bajnokságnak, azonban nem minden alakult úgy, ahogyan elképzelték. Az úgy indult neki a bajnokságnak, hogy mindenképpen bajnokságot szeretnénk nyerni. Ez sajnos nem jött össze eddig, úgy, ahogy szerettük volna, mert sok a sérülés, és nem is teljesítünk úgy, ahogy elvártunk volna magunktól. Eddig két meccset veszítettünk el, a többit megnyertük, most még lesz hétvégén egy, amire úgy indulunk neki, hogy mindenképpen meg kell, hogy nyerjük. De a remény nem hal meg, úgyhogy még küzdünk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Mit látsz, mind mentek el azok a meccsek, meg miben kellene erősíteni, mert azt mondtad, hogy nem úgy játszottatok, ahogy kellett volna, mi mentek el a meccsek? A védekezésen mindenképpen javítanunk kell, nagyon
pontatlanok a passzaink is támadásban, azon is a labdakezelésen javítanunk kell mindenképpen, és hát ugye a védekezés az alap, hogyha az megy, akkor a támadás is biztosabb. Miután befejeződik az őszi szezon, a lányoknak sok idejük nem marad a pihenésre, folytatják ugyanis a felkészülést. Talán pihenünk 2 hetet, megérdemlik a lányok, mert nagyon jól dolgoztak. Január közepén azért újra találkozunk és megkezdjük a felkészülést. Ugyebár ezzel a csapattal az ifi bajnokságra is, mert ők az ifjúsági bajnokságba is játszanak. Ugyancsak jól kezdtük az ifjúsági bajnokságot, addig, amíg ez a sérülés nem következett be. Jelen pillanatban ott most a 4. helyen állunk, de nagyon jól szerepel a társaság. Én úgy érzem, hogy a tavasszal ezen még tudunk javítani. Beszélhetünk arról, hogy mondjuk évek múlva akár NB szereplést is kaphatnak-e a lányok, vagy ez még messze van? NB szereplés, igen, szeretnénk. Azt tudni kell hozzá, hogy ezek a lányok nagyon jó tanulók. Amikor befejezik a középiskolát sajnos, akkor többen elhagyják a várost, és ezért nem nagyon jön össze a mi NB2-es szereplésünk. Sajnos ez a tendencia mutatkozik már az U13-as csapatnál is. Jelen pillanatban 3 lányunkat hívták vissza a Nemzeti Kézilabda Akadémiához. Nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz az elkövetkezendő időkben így, hogy az ilyen pici egyesületektől a nagyobbak elviszik a jobb játékosokat, de természetesen azért ez a céljuk a gyerekeknek, hogy minél magasabb szinten megmutassák magukat. Mi kell ahhoz, hogy itt maradjanak? Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy egy olyan iskola, ami azért kezd körvonalozódni Nagykanizsán, és természetesen az, hogy a gyerekek azt a szakot válasszák, ami van Nagykanizsán. Nagyon sok más beállítottságú gyerek van a csapatban, van, aki testnevelés szinten, testnevelési főiskolán, Budapesten vagy Pécsen képzeli el a jövőjét. Az NB2-es szereplésig azonban még sok dolga van a női csapatnak, például győzni kell a Vonyarc Vashegy ellen a hétvégén. A mérkőzést vasárnap délelőtt Tapolcán játsszák majd. Tavaly az alsóházba került a nagykanizsai hamburgerese ülő röplabda csapata, és ott a 6. helyen zárt. Idén sok új játékos érkezett, így a hétvégén Agárdon megrendezett versenyen nem az eredmény, sokkal inkább a tapasztalatszerzés lesz a legfőbb cél. Igen, az ülőröplabda sportág a II. Világháború után alakult ki, szabályai pedig lényegében megegyeznek a röplabdáival. Az ülőröplabda sport Nyugat-Európában, pontosabban Hollandiában alakult ki, úgyhogy a sérült röplabda játékosok leültek, és úgy kezdtek el játszani, és átalakították a pályát, tehát a 9x9 méteres pálya helyett 5x6 méteres területen folyik a játék, és a hálót 1 méter 15 cm magasra állították, és úgy röplabdáztak a röplabda szabályai szerint. Aztán rájöttek arra, hogy mozgássérültek is játszhattak, és így lett az ülőröplabda a mozgássérültek sportja. Tehát Hollandiában rendőrök, fináncok, illetve nem fináncok, hanem tűzoltók, tehát olyanok is játszák, akik az állóröplabdát is tudnák játszani, és így lett ez a para sportnak az egyik legnépszerűbb sportága, ami olimpián is szerepel, és Magyarország többször volt az olimpián, jó magam is 2-szer voltam a szőulió és a barcelonai olimpián, és ugyanazok a szabályok, mint az állóröplabdával, csak ülve játsszuk. Szintén közös az ülőröplabda is az anyasporták között, hogy a professzionális szint eléréséhez elengedhetetlen a jó fizikai erőllét. A válizmokat mozgatja meg a csuklót mozgatja meg a legjobban tulajdonképpen, ugye mivel ez egy para olimpiai sportág, ez majdnem hasonlítható a focihoz, ugye ott lábbal rúgnak, meg lábbal futnak, itt kézzel megyünk és kézzel dolgozunk. Úgyhogy azért olyan népszerű ez a sportág egyébként, mármint a paralimpiai játékokon is, az egyik legnépszerűbb és a legnagyobb tömeget mozgatja meg.
A hamburgerese már több mint 30 éve alakult, s ebben a három évtizedben szép sikereket értek el, sőt, többen a címeres mezt is magukra ölthették. Messze kell visszatekintenem. 1985-ben alakult meg a sportegyesületünk, és azóta játszunk az Magyar Ülőröplabda bajnokságban minden éven. Mostan ez az évad, a 33. évadunk. A legnagyobb sikerünk az, hogy 6-szor vagy 7-szer, már magam sem tudom pontosan hányszor voltunk a magyar bajnokság ezüstérmese. Mindig sanszunk volt az aranyérem, de sajnos egyszer sem sikerült megszereznünk. Az akkori csapatunkban 3 válogatott játékos volt a kezdetekben, és kb. 10-15, és jó magam 20 évig voltam a magyar válogatott tagja. A legnagyobb sikerünk egy Hollandiában történő nemzetközi ülőröplabda tornán volt, ahol 20 csapat részvételével megszereztük az első helyet, ugye Hollandia az ülőröplabda ős hazája. A kanizsai csapat egységességét az is mutatja, hogy van olyan játékos, aki több évnyi szünet után gondolta úgy, hogy újra a gárda rendelkezésére áll. Ezzel a sportággal most már több mint 10 éve ismerkedtem, még én a csapat tagja voltam kb. 10 éve még az Imreéknél. Hamburgeresében akkor volt egy hosszabb szünet, és kb. Most egy másfél éve kezdtem újra aktívan. És mi tetszett meg benne leginkább, akár 10 éve ezelőtt, mi volt az, ami leginkább arra ösztökélt, hogy legyen le ürőröplabdázni? Hát lehetőségek ilyen, ugye, mint mozgáskorlátozottak, nem sok minden van ebben a városban, tulajdonképpen az egész országban, és ez egy alternatíva volt a mozgásra. A bajnoki küzdelmeket két fordulós rendszerben játsszák a magyar ülőröplabda csapatok, így már a hétvégén rendezett versenyen eldől, hogy alsó vagy felsőházban folytathatja a hamburgeressel. A magyar ülőröplabda bajnokság egy osztályban folyik, mostan 8 csapat részvételével, sajnos már nincs több csapat, szóval nincsenek annyi mozgássérültek, vagy nincsenek úgy felfedezve, és az ősz folyamán kialakul az első 4 és a második 4-nek a sorrendje, és ezután alsóház és felsőházként játszunk, és úgy alakul ki a bajnokságnak a végeredménye. Tehát 8 csapat közül a tavaly évben a 6. helyezést értük el. Balogh Imre és a csapat vezetősége számára kimondott cél volt, hogy minél több fiatalt csábítsanak a csapatba, még ha ez nem is egyszerű feladat. Mi törekedünk arra, pontosabban én törekszem arra, hogy minél több fiatalt beszervezek ebbe a csapatba, és majd ahogy körülnézni, látni fogjuk, hogy több fiatal is, sőt, teljesen átalakult az együttesünk, és tulajdonképpen most tanulunk be, úgyhogy valószínű, hogy utolsók is leszünk, ugye, mert ez egy olyan sportág, amit nem lehet egyik napról a másikra megtanulni. 3-4 év kell hozzá, hogy az röplabda szabályai szerint tudják az újak érinteni a labdát, és akkor utána még a játékrendszereket is meg kell tanulni, tehát ez egy hosszú folyamat. Az, hogy most nincsenek fiatalok, ez nem csak szerintem az ülőröplabda sportra vonatkozik, hanem ez egy általános dolog. Az ülőröplabdán vegyes csapatok versenyeznek, de ez egyáltalán nem zavarja a hamburgerese egyik nemrégiben csatlakozott tagját, Melles Líviát. A férfiaknál magasabb, mint a nőinél, és az erő is ugye jobban donymálott a fiúknál, mint a lányoknál. Itt mi vegyesen vagyunk, és mi szeretjük egymást. A hétvégén valószínűleg csak az alsóházba tudja kvalifikálni magát a kanizsai csapat, de a tagok szerint pár éven belül újra szép sikerekért küzdhetnek majd. Én azt mondom, hogy még fejlődni kell a csapatnak rengeteget, tehát nem igazán jutottunk előre, de bízunk benne, hogy ez változni fog a közeljövőben. Az edzések bár nagyon jó hangulatban telnek, a csapat létszámára ugyanakkor ráfér az erősítés, így a vezetők várják azok jelentkezését, függetlenül attól, hogy mozgássérültek-e, akik érdeklődnek az ülőröplabda iránt. Szocsiban is jól szerepelt Mila Simmor, az NTE vívója a junior világkupán a legjobb magyar helyezést érte el. A döntőbe sajnos nem jutott be, de hogy pontosan miért, ezt hamarosan elmondja nekünk stúdiónk vendége, ugyanis Mila Simmor. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét! No hát, mi ment el a döntő pontosan? Mit gondolsz, miért nem volt ott a legjobbak között? Hiszen hát azért a jó helyezést értél el. Ugye a 8-as döntőről beszélünk, tehát a 16 között zártam. 15-14-re sikerült kikapnom a 8-ba jutásért.
Hát mondhatjuk, hogy egy megnyert asszót buktam el. 12-9-nél sajnos kicsit összezavartam magamat, és hát egy kuwaiti vívótól kikaptam a végjátékban. Mi volt az összezavarodás pontosan? Hát megreklamáltam egy tust 12-9-nél, és ezután pedig hát tényleg igazából összezavartam magamat, és nem úgy jöttek a pontok, ahogyan én akartam volna. Koncentrációzavar? Hát egy kicsit igen, mondhatjuk így is. Így is szép eredményt értél, milyen volt a maga a világkupa, milyen volt Szocsiban? Hát igazából annyit kell tudni, hogy Oroszország amúgy is azért a vívásnak egy nagy hatalma, hát ehhez méltóan rendezték meg a világkupát, nagyon szép körülmények között. Szocsi ugye alapvetően egy gyönyörű város, mert tökéletes volt a szervezés, szép volt a környezet, úgyhogy nem érheti panasz a versenyt magát. Voltál a junior kadett és vívó Európa bajnokságon is, ahol szinte nagyon szép eredményeket értél el, hogy emlékszel arra vissza? Hát ugye most már, hát tavaly már, vagy idén márciusban volt ez az esemény, ugye az EB Plovdivban. Ugye csapatban Európa bajnokok lettünk, és egyéniben ugye bronzérmes lettem. Hát mondhatjuk, hogy eddigi karrierem legszebb eredményéről beszélünk. Hát igazából erre mindig jó visszaemlékezni, de inkább előre fele tekintek. Nem nagyon pihensz, hiszen ezt a beszélgetésre volt egyszerű összehozni, hiszen folyamatosan utazol, edzés meg verseny. Most is fogsz menni valahova? Hol leszel pontosan, milyen verseny? Hát igen, ez való igaz, hogy sok időm nincsen, hiszen ugye Pesten is edzek, itthon is edzek, meg hát ugye most elég sűrű a szezon, úgyhogy minden hétvégén verseny van. Most hétvégén a felnőtt magyar bajnokság lesz Budapesten, jövő hétvégén Győrben lesz felnőtt világkupa, és onnan pedig már indulunk is tovább Győrből Dormágenbe, ahol pedig edzőtáborozni fogunk, meg világkupa verseny lesz. Picit beszéljünk a pesti versenyről, mire számítasz? Mennyire lesz majd az erős? Hát a magyar bajnokság ugye, mint a felnőtt magyar bajnokság mindig az év legerősebb hazai versenye. Hát igazából szeretnék meglepetést okozni, ez a cél. Hogyan? Mi lesz a titkod? Hát igazából egy jó eredményt szeretnék elérni, és ami belefér a versenybe, azt ki akarom venni belőle. Győrben? Hát Győr lesz ugye az első felnőtt világkupám, ugye hazai pástokon, ott pedig igazából meg szeretném mutatni, hogy hát, hogy mit tudok meg. Hát ugye nincsen tapasztalatom, úgyhogy tapasztalatot szeretnék szerezni ott. Mentek-e utána edzőtáborba? Tudtok-e már valami programot, mi lesz ott pontosan? Mennyire lesz kemény az edzőtábor? Hát igazából ugye Dormágen az, tehát a német kardvívásnak ugye mondhatjuk, hogy a központja. Tavaly voltam már itt edzőtáborba. Hát ugye ez így a versenyre felkészülés. Meg ugye hát, hogy kicsit így megismerjük egymást, tehát majd ugye a németekkel, tehát vívunk egymás ellen ugye, tehát hogy inkább ilyen felkészülő jellegű lesz az edzőtábor. Hogyan tudod összehozni a tanulást és a sportot meg a versenyeket? Mennyire megterhelő és nehéz ez? Hát nem állítom, hogy egyszerű. Ugye idén érettségizem, próbálom úgy összeegyeztetni a dolgokat, hogy hát ugye ez a lehető legjobban süljön el. Hát most az utóbbi 3 év azt mutatja, hogy azért össze tudtam hozni mindig, úgy egész normálisan, úgyhogy nekem igazából úgy érzem, hogy nincsen olyan túl nagy gondom ezzel. Az érettségi után mi a terv, hova szeretnél menni? Hol szeretnél tovább tanulni, meg a sport, amik a további tervek? Ugye mindenképp Pestre szeretnék menni, a szüleim által is, tehát így igazából ez a legegyszerűbb, meg az egyetlen járható út. Hát a jelenlegi terv az, hogy ugye vagy jogi irányba szeretnék tovább tanulni, vagy ugye gazdasági irányba, vagy ezt a kettőt kombinálni. És hát az, hogy a Pesten a vívás folytatom, az egyértelmű. Tehát, hogy szeretnék vívni Pesten is. Eredményes munkát kívánunk mind a tanulásban, mind a sportban, meg most hétvégén is. Reméljük, hogy győzni fogsz. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt a Szertár új műsorral. Egy hét múlva várjuk majd önöket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra.